Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. A mai videónk egy újabb komment reagálós videó lenne, fogadjátok tőlünk sok szeretettel. Az első kommentünket már is olvashatja apa, igazándiból most nem szeretnénk így előjáróba elmondani semmit ezekkel kapcsolatban, felolvassuk, és akkor tudni fogjátok, hogy mikre szeretnénk válaszolni a mai videónkban. Igen, egyébként nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok kommentet szoktatok írni, nem csak a YouTube videók alá, hanem egyébként megtaláltok bennünket a Facebookon, Messengeren, valamint e-mailben is. Sok-sok levelet szoktunk kapni, és akkor most egy-két hozzászólást, kommentet fel is olvasnánk. Jó? Jó, kezdhetett. Vivien. Kedves Nila, Hajni és Zoli. Nila nem akar a fény felé menni, ebbe biztos vagyok. Itt maradt a földön velünk, mint egy kis orchidea. Most épp csak szirmot vált. Tudom, hogy így van. Elég rossz időszakomat élem, vannak mélypontok az életemben, és elmúlnak. Mindig megnézek egy videót a kicsi Nilától, és már jobban érzem magam. Lehet butaság, de ő ad nekem erőt sokszor. Valamelyik nap is ültem a kanapén, szellőztettem a lakást, amikor néztem Nila videóját, hogy segítsen egy kicsit, és berepült egy kék kis pillangó, és a hasamra szállt. Pár percig megpihent, és ment tovább. Ma már tudom, hogy babát várok. Jó. Ekkor lehettem 1-2 hetes. Sose történt ilyen velem, de nyugalmat éreztem. Tudom, hogy Nila volt itt. Járja a világot, és segít. Köszönöm nektek, közvetetten, és neki is az erőt, amit kapok. Hát, nem semmi. Igen, amikor olvastuk mi is ezt a kommentet, hát ugyanúgy elragadtak minket akkor is az érzelmek, mint ahogy most, sokat gyára elolvasva is ugyanúgy. Hiszen ez tényleg felfoghatatlan, és jó érzés sem felfoghatatlan számunkra, hogy tényleg ilyen dolgok megtörténnek, rengetegen írtok ilyeneket, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy leírtad ezt, és azt is nagyon szépen köszönjük, hogy Nila ad neked erőt. Igazándiból nekünk is Nila adja az erőt a mindennapjainkhoz, és ez tényleg nem csak te, hanem mások is ezt írják, hogy Nila milyen erőt ad másoknak a mindennapokban, a betegségekben, és igazándiból nekünk is ez a célunk azzal, hogy nem állunk le és csináljuk tovább azt, amit Nila elkezdett, mert úgy érezzük, hogy tényleg sokatoknak erőt adva így tudjuk folytatni mi is Nilácskának a csatornáját. És gratulálunk ahhoz, hogy várandós lettél, és nagyon jó egészséget kívánunk a gyermekednek is, és természetesen neked is, a babával együtt, közösen. Így van, és elképesztő, ugye, amit lehet olvasni a kommentben, hogy berepült egy kis pillangó, megpihent rajtad, és kiderült egyébként, hogy már akkor várandós voltál. Brutális, mondjuk nem tudom miért azt mondtam, hogy brutális, tehát elképesztő, hihetetlen, nem semmi. Nem találok hirtelen szavakat, ugye amikor ezt olvastuk már akkor ezt a kommentet, már akkor tudtuk, hogy ezt ki kell másolni, és fel kell olvasnunk nektek, mert lehet, hogy volt olyan, vagy sokatok, akik egyébként ezt nem olvasták fel, és hát ugye egy kis pillangó szállt be, ugye? Tehát... Igen. Tényleg Nila ott van mindenhol. Videókat is kapunk tőletek, hogy ugye, már volt többször is ilyen, és tényleg úgy érezzük, hogy ott van, és próbál segíteni, mert ő Nila, ő ilyen egyéniség, hogy tényleg mindenkivel szemben, tehát azt akartam mondani, hogy mindenkivel szemben saját magát szorított a háttérbe, és tényleg mindenkit maga elé engedve azon volt mindig is, és a mai napig is azon van Nila, hogy másoknak segítsen. Úgyhogy Vivien, nagyon sok boldogságot kívánunk a várandósághoz, a babához, természetesen csak is egészséget lehet kívánni, mi mást,
Az, hogy most fiú vagy kislány, ugye abból nem derült ki a kommentből, vagy még nagyon az elején, vagy nem tudom, hogy ultrahangok tekintetében ilyenek hogyan vannak, de ugye a lényeg az egészség, és abban is bízunk, hogy egyébként az a sok rossz elszáll az életedből. Ugye írtad, hogy vannak nehéz napok, mint egyébként általában mindenkinek, de bízunk benne, hogy most már azért nem igazán lesznek ilyen napjaid. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kommentedet, Vivien. Köszönjük szépen! És akkor engedjétek meg, hogy tovább folytassuk, akkor jöjjön a következő komment. Helga Maurik. Édes Hajni, akaratlanul minden videótokat veled együtt sírom át. Én is rákbeteg vagyok. Hát Helga, kitartást kívánok neked, és reméljük, hogy fel fogsz épülni, meg fogsz gyógyulni ebből a szörnyű betegségből, és köszönöm szépen, hogy ugyanolyan mély érzésű ember vagy, mint én, mint Zoli, mint Nila, mint a mi családunk, és velünk együtt. Hát nem mondom azt, hogy sírod át, hanem velünk együtt ugyanolyan érzéssel éled meg ezeket a videókat. Köszönjük szépen! Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk, Helga. Igen, és köszönjük szépen a kommentedet. És hogy velünk vagy a csatornán. Köszönjük szépen. Köszönjük. Zsuzsa Kertész. Zoli, az a doki nem épp elmélyű, még hogy málna ször. Akkor én meg Ariel vagyok. Ezek semmivel nem törődnek, szegény Nil, amiket élhetett át. Tiszta szívemből sajnálom. Nos, Zsuzsa, egyébként szerintem előbb leszel Ariel. Ariel ugye meséről van szó, nem? Vagy a mosóporra gondolt szerintem. Hát nem hiszem, hogy mosópor akar lenni. Hanem Ariel, tudod, hogy mit tudom én. Akkor inkább ezt így ne, bocsánat, akkor... Nem, ezt most már benhagyom. Nem. Nem. Tehát nyilván Ariel ugye a mesére gondol, a meselányra, segíts annyi, nem tudom. Igen. Kis hableányra gondol. Na, lényeg a lényeg. Előbb leszel Ariel, mint az, hogy az a doki felismeri, meg tudja különböztetni a vért a málna szörtől. Ugye itt arról a videóról van szó, arról a történésről, amikor ugye elmondtuk nektek, hogy fogalma sem volt annak a doktor úrnak, hogy most a centrális vénánál szivárgó vér, az szerinte málna szörp, hogy málna szörp vagy vér, ugye? Igen. De Mila, én ugye mondtuk, hogy már pedig szivárog a vér, de a doki szerint az málna szörp. Nila mindig leissza a pólóját, és akkor azért foltos, piros foltos, miközben azt is elmondtuk nektek, hogy Nila nem ivott málna szörpöt. Igen, és ugye aki már látott vért, az tudja azt, hogy ugye főleg amikor az szárad már, a kettő akkor teljesen más, igen, egy száraz málna szörp és egy száraz vérfolt is. És pont, hogy egy doki ezt ne tudná, úgyhogy igazad van, Zsuzsa, tehát hihetetlen. Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy leírtad, erről nekünk is tényleg 100%-ban ugyanez a véleményünk. És ott volt, és látta, és azt is megmutattuk neki, hogy nem csak egy kis ruháján van ez a folt ugyanott állandóan, hanem akkor az ott biztos valami gond van, és ennek ellenére ő szerintük nem volt, és ugye a videóból az is kiderült, hogy még nekünk kellett bizonygatnunk az igazunkat felvétellel, hogy az tényleg szivárog. Igen. Köszönjük szépen, Zsuzsa, a kommentedet. És gondolom, Zsuzsa, akkor nem Ariel mosópor akarna lenni. Jó, bocsánat. Nem kisabb le. Ugye a folt miatt jutott eszembe a mosópor. Ja, tényleg, az is lehet. Na, jó, oké. Okay. Köszönjük szépen. Balogh Gergely Ferenc. Kedves Örök Hármas, elnézést a kérdésért, már régen meg akartam kérdezni, Nilát hová vitték, amikor a tragédia megtörtént? Egy illetéktelen intézménybe? Mielőtt még erre a kérdésre mi válaszolhattunk volna, egyébként Tíme a Téglási megelőzött minket, és nagyon szépen válaszolt rá. Fel is olvasom, mert ezt is kimásoltuk. Tehát Tíme a Téglási patológiára vitték, csak Zoliéknak egy másik címet adtak meg, nem azt, ahová akkor valóban vitték Nilácskát. Elvéve ezzel annak lehetőségét tőlük, hogy utolsó útjára elkísérjék a kicsi kincsüket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kérdést, és köszönjük szépen Tímeának ezt a szép, gyönyörű megválaszolást is, mert egyébként ez így van. Így van. Ugye amikor Nilácskát elvitték, ugye Tíme leírta a patológiára,
két lehetőség volt, hogy hova fogják vinni, amikor hozzánk bejött az orvos, és a kezünkbe nyomott egy papírt, akkor elmondta, hogy a két cím közül hova fogják átvinni. Ezt szeretném gyorsan hozzáfűzni azt, hogy a két lehetőség az azt jelenti, hogy a kórház dönti el, hogy melyik patológiára szállítsa az elhunytakat. Tehát nem úgy két lehetőség, hogy vagy ide, vagy oda, hogy csak úgy hasraszerűen, vagy hogy nem tudják, hogy hova, majd az egyikre oda viszik. Nem, tehát kettő patológia van, és ilyenkor amelyik be tudja fogadni. Így van, de ugye az az orvos, az a doktor úr, aki éppen pont aznap ott volt, ő azt mondta, oda viszik. Tehát te, mint szülő, ezzel nem fogsz vitába szállni, hiszen nem tudod, hogy mik a szokások, és annak ellenére, hogy mit műveltek a gyermeked, de bízol abban, hogy legalább ilyenben tudnak normális információt adni, és tényleg oda fogják vinni, amit mondanak. Így van, hiszen az ő dolguk, tehát ilyenkor az adott orvos felhívja őket, mondjuk azt, hogy leszervezi, nem tudom ennek konkrétan mi a menete, milyen protokollja van, mert ugye ők mindenre azt mondják, hogy protokoll szerint működnek. Tehát gondolom felhívták őket, és akkor egyébként utána be is jöttek hozzánk, hogy x órakor fognak jönni, és akkor szóval értitek. Így van, de nem oda vitték. És ez csak később terült ki, igen, ugye pedig... a hétvége miatt, amikor hétfőn érdeklődtünk, hogy akkor bemehetünk-e Nélát meglátogatni. Most ez is egy olyan emberi hiba, ami olyan undorító, embertelen tulajdonságra tesz szert. Én azt tudom mondani, ugyanis, hogyan mondjam nektek, nyilván aznap nem halt meg más most. Bocsánat, hogy ezt mondom, de szóval értitek? Nagyon nehéz dolga lehetett annak a fiatal srácnak, mondjuk ezt, hogy egy ilyet el tudjon intézni. Hogy a két hely közül melyiket húzta alá, vagy melyiket karikázta be, vagy hogy hova küldjem a szülőket. Mi gyógyósok, meg pakoltunk össze gyorsan, szerényen, ültünk az autóba, és akkor mentünk. Aztán minek? Mondjuk furcsa is volt, amikor odaértünk, nem tudom milyen épület volt az, amit megadta a címet, se világítás, semmi nem volt. Tök sötétben volt burkolózva az egész épület. És még mondtam is neked, hogy te jó ég, ide hozták Nélát? Sehol egy kis lámpafény? Egy villanyoszlop? Vagy egy épületen egy magában világító bármilyen, mit tudom én, értitek, lámpa, égő, bármi? Ilyen sötét helyre hozzák a... Na. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt megkérdezted, vagy ezt leírtad. Természetesen szívesen válaszolunk minden kérdésre, és Tinának pedig köszönjük a gyorsaságát, hogy tényleg ő egyből erre a kérdésre válaszolt. Köszönjük szépen mindkettőtöknek. Köszönjük. M. Pont. Nyilácska kezelő orvosai és a nővérek, akik közreműködtek, a mi kis pillangónk, hanyag, szívtelen, szenvedését végignéző és esküszegőknek börtönben a helyük. Reméljük erre sor fog kerülni, Isten segedelmével. Ezt érdemlik. Így van. Hú, de jó lenne. Igen, higgyétek el, és köszönjük szépen M, hogy ezt a kommentet leírtak, hiszen teljesen a mi szívünkből szóltál, mert mi is nap, mint nap, az óra minden percében azon vagyunk, és azért harcolunk, és mindig az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy vállalják a felelősséget, és igenis börtönben lenne a helyük. Bocsánat, nem. Nem kell, hogy vállalják a felelősséget, de börtönben a helyük. Úgy is be lehet valakit zárni a börtönbe, hogy nem vállalod magadra a bűnödet, vagy hogy mi az, amit vétettél, nem? De attól még a börtönben a helyük. Van, igazatok van. Persze, hogy ez ebből lesz egyáltalán valami, nos, hát a mai tendencia nem ezt mutatja. Tehát, hogy hogyan lehet ezt mondani, ez egy olyan zárt közösség, és itt nem csak arról a néhány orvosról van szó. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy például van egy tingli-tangli hülye orvos, hibázik egy nagyon csúnyát. Így van? Így van. Megtörténik, bejelentik, feljelentik, még mielőtt eljutsz a rendőrségre, nyilván a kórház már ügyködik.
Ott van ugye az etikai bizottság, mindenféle orvoskából áll, nyilván fizetik ezt a tagsági díjat, és akkor ezáltal védik magukat, összezár a közösség, megpróbálják a kórházban tartani az ügyet, ha ez nem sikerül, semmi baj, nyilván vannak különböző vezetők, te oda már nagyon nem érsz fel. Hiába mész el a rendőrségre, bíróságra, mert sajnos ez odáig is kihat. Sőt, amit mi megtapasztaltunk, és ha kell, erről akár megint részletesen fogunk beszélni, elmentél a rendőrségre, bíróságra, de kell ügyvéd is. Nem tudod magadat képviselni egy bizonyos ügyeknél, kell az ügyvéd. Na most keres ügyvédet. Ó, szerintetek odáig ez nem jut el? Áll, és akkor ott van, hogy állami kórházról beszélünk. Hogyan lehet meghurcoltatni egy állami kórházat? Amikor mondhatjuk, hogy demokrácia van, de hogy most mennyire diktatúra az a demokrácia, ez megint egy jó kérdés, nem akarom teljesen elhúzni ezt a kis videócskát, ugye kommentekről van szó, bár ugye hozzá tartozik, szóval csak azt mondjuk, hogy bizonyos felső fokon minden összezár és összeér, mint a kéz, amikor összekulcsoljátok. És bizonyos, mondjuk az, hogy alatta lévő, úgymond kis civilek nem tudnak mit csinálni. Igen, ez tényleg sajnos így van. És ezt ti is tapasztaljátok, mert egy csomóan írjátok ti is, hogy milyen tapasztalataitok vannak, hogy mennyire, annak ellenére, hogy az orvosok nem is ismerik egymást, ha egy másik orvos kollégáról van szó, akkor is őneki fognak igazat adni, igen, más előtt, még hogyha esetleg a szemedbe lehet, hogy el is mint mondja. Mint embert leszarnak, bocsánat, ugye jöttek ilyen kommentek, igen, is, mint ember. Tehát orvos a másik orvos leszarja, így mint van, embert, de egyébként, mint kollégát, azt már nem védett, akkor megvédem, mert nyilván én is szoktam védeni, vagy valamit hibázni, van, és akkor engem is majd megvédenek. És ezt így gondoljatok bele, ez nem véletlenül alakult így ki, vagy jött létre etikai bizottság, tagsági díj, meg anyámkínja. Ez pont azért jött létre, mert mondjuk 20 év alatt nem csak egyetlen egy hiba történik, hanem napi szinten több. Azért van ez így? Azért működik ez így? Emberekkel foglalkoznak jó nagy hanyagsággal. Igen, és mindegy, ezt nem most akarom mondani, majd amikor az etikai bizottságról beszélünk, hogy milyen tagok vannak ott, hogy mi a céljuk. Ja, igen, én is akartam most egy-két dolgot mondani, de már így jó, is sok volt. Rendben. Jó, köszönjük szépen a kommentet. Mehet? Igen. Éva Kucsak. Sziasztok, Hajné és Zoli. Én mélységesen egyetértek veletek, az én férjem is súlyos beteg. Bevitték a kórházba, egy teljes napig felvilágosítást se adtak. Majd nem volt hely a neurológián, fölrakták a pszichiátriára, oda volt kötve a kocsihoz, ott ült kint egyedül a társalgóban. Hihetetlen. Ráadtak egy pelenkát, holott neki nem kellett volna, az is lógott rajta. Szóval... Szóvá tettem a doktornőnek. Mondom, viszem haza. Azt mondta, nem vihetem sehova. Mondom, már pedig én viszem haza. Mondom, van magának főnöke? Rosszabb állapotba került haza, egy hétig nem aludtam, bepisilt. Most meg tud a kacsába vécézni. Le se szarják a kórházba az embereket. És más ruhákba hozták haza, és a fele cucca haza se került. Hát igen. Igen. Még nincs vége, bocsánat. Igen, bocsánat. Csak... Jó, igen. Persze felháborító az egész, mert egyébként ez tényleg így van. Hol tartottam, bocsánat, és más ruhába hozták, hogy fele cucca haza se került. Gusztustalanok az emberek. A látogatási időből is jócskán lefaragtak. 2 óra helyett, 1 óra múlva azt mondták, ennyi volt. Lehet hazafele menni. Hú, erről is most tudnék mit mondani. Hány inger az egész egészségügy, úgy, ahogy van. Éva, először is szívből köszönjük, hogy te is ilyen őszintén leírtad
ezt a történetet. Mi találtuk ki az egészet. Igen. Ugye? Mindig azt mondják, hogy jaj, csak visszapújjuk az egész egészségügyet, minden rendben van az egészségügyben, öröm oda menni, alig várom, hogy megbetegedjek. Ellátnak, ápolnak, etetnek, itatnak, meggyógyítanak. A nagy lófasz, hát láthatjátok. És ezeket nem mi találjuk ki, csak nyilván most feldítve mondtam azoknak, akik mindig azt mondják, hogy mi vagyunk a hülyék. Meg hogy mi feldítjük ki az egészet. A túrót, nap mint nap egy csomó ilyen üzenet érkezik. És egyébként is ez látszik. Így van. Nem, csak bennem is az van, hogy tényleg annyira, ahogy már egy csomószor elmondtuk, hogy nem ezek a kis egy-két elvétett üzenetek érkeznek, hogy ez van úgymond, hogy ez a kevesebb. Tehát értitek, nem a többségnek az üzenete az, hogy jaj, de szép és jó minden, hanem a többség üzenete ilyen üzenet és ilyen komment és ilyen tapasztalataitok vannak nap mint nap. És köszönjük szépen, hogy megosztjátok velünk ezeket a dolgokat, és higgyétek el, hogy ha valaki, akkor mi teljes mértékben megértjük, és szívből sajnáljuk, és mellettetek állunk, hogy tényleg ennyire meg tudják alázni a betegeket azok az emberek, akik tényleg arra esküdtek fel, hogy segítsenek. Mert ez egyszerűen felfoghatatlan, hogy akikre az ember ilyen helyzetekben azt gondolod, hogy számíthatsz, és nem csak azért, mert ugye nagyon sokszor az empátia is szóba kerül. Ez nem empátia. Ha ő neki az a munkája, akkor azt csinálja úgy, ahogy nem ahogy is kell. Így van. Tehát nem kell, mit tudom én, milyen kimagasló eredményeket elérni, csak azt, ami tényleg, amit ő is elvárna, hogy ő vele hogy viszonyuljanak, csak ugyanúgy viszonyuljon a másik emberhez, és már is nem lennének ilyen történetek. És ugye tudjátok, többször elmondtuk már, ha bekerültek a kórházba, a félházat oda kell pakolni, mert még egy rohadt lázmérőre sem telik a kórháznak. És le vagy nézve, ha még lázmérőt sem viszel, hogy nem hoztál magadba. Magaddal bejöttél egy kórházba, és nincs nálad egy lázmérő. Ezen én is kiakadtam, és számtalanszor találkoztunk vele. És akkor oda pakoltad a félházat, majd ahogy Éva is írja, ugye? Visszajön a beteg, gondolom beteg szállítóval hozták, vagy ilyesmi, és hogy pakolták össze? Hiányzott a fele cucca. Lehet, hogy még vérnyomásmérőt is vittél magadra, de még az se került vissza. És még erről is fogunk tudni beszélni, apropó vérnyomásmérő. Nem volt a kórháznak vérnyomásmérője. Szerintetek nekem a táskában van vérnyomásmérő, vagy az autóban? Hát honnan lenne? Maximum otthon elvétve talán akad az embereknek egy-egy, főleg azoknak, akik már egyébként valamilyen betegségben szenvednek. Akkor aztán van otthon minden. De amikor elmész a kórházba, Lilánál is voltak problémák. Nem tudták megmérni a vérnyomását, holott naponta vagy 10-szer meg kellett neki mérni, volt egy bizonyos időszak, mert úgy akartak beállítani valami gyógyszereket, és a kórház, figyelj, nem mondjam, vagy ezt majd később történetben, na mindegy, a lényeg az, hogy nem tudtak adni vérnyomásmérőt. És nem ügyködtek azon a nővérek sem a doktorok, hogy jaj, akkor honnan keressünk egy másik osztályról, másik kórházba kérjünk ki, szülők vegyenek vérnyomásmérőt, kapnak 2 hetet, úgy, hogy nem vagy a kórházba baszki, kapnak 2 hetet, és állítsuk be az értékeket, vezessék füzetbe, vonnak egy átlagot majd, és akkor az alapján meg a gyógyszert. De nem adtak vérnyomásmérőt, vegyél magadnak. Úgy, még egyszer mondom, nem otthon vagy, hanem bent fekszel a kórházban. Hú, ez tényleg így van, és még egyszer csak köszönjük, hogy mellénk álltok ti is, és leírjátok ezeket a dolgokat, és tényleg, ahogy már mondtuk, azokkal az izgága emberekkel szemben ti is felléptek ilyen szinten, hogy leírjátok a kommentjeiteket, hiszen nagyon sokan ugye sok mindenről nem tudtok ti is, hogy milyen támadásokat kapunk, hogy mi ezeket kitaláljuk, hogy lejáratás céljából csináljuk, meg
meg szóval sorolhatnánk a dolgokat, hogy miket vágnak a fejünkhöz, de amikor ti is leírjátok, hogy veletek mi történik, akkor ez egy mind olyan dolog, ami azt igazolja, hogy igenis, amit mi mondunk, az az igazság. És ne nyomjanak már el minket az igazunkkal szemben. És én itt most a... Bocsánat. Én itt most a látogatási idővel kapcsolatban egy picit fel is vagyok háborodva. Nem picit, nagyon. Eleve, ha 2 óra van, akkor miért csak 1 órát kap valaki? És gondolom, itt felnőtt osztályról van szó, akkor nem értem azt, hogy például gyerek osztályon, ugye onkológia osztályon nálunk a mi esetünkben, hogy jött nekem az a rohadt 1/2 óra? Jó kérdés. Persze az is milyen, ha van egy házi rend egy felnőtt osztályon, ahogy Éva írja, 2 óra, miért szólnak neki 1 óra múlva, hogy menni haza a fenébe? Azért, hogy utána... Lássa a dolgokat, ő igen, sem. És azért, hogy utána a férjedet férről van szó? Igen, bocsánat, igen. Hogy a férjedet kikötözzék egy kerekesszékbe valahová a folyosóra kirakva. Én nem is értem. Igen. És teljesen más, ugye, gondolom ti is tudjátok, ugye itt a 2 osztály, amit Éva is leírt, egy neurológia hát és egy pszichiátria. Hát azért van kis különbség a persze. 2 osztály közt, nem is kis különbség, és akkor még ráadásul ki se akarták onnét engedni a férjét, hát felháborító. És köszönjük szépen még egyszer, Éva, hogy leírtad a történeteteket. Így van, köszönjük szépen. Baranyiné Ildikó. Nagyon felkavart engem is a jogok kérdése. Az, hogy ezt azok, akikre vonatkozik, semmibe veszik. Régen volt, de most is átéltem azokat a mondatokat, viselkedéseket, amit 6-7-es kórházban... Bocsánat. Amit 6-7-es kórházban tartózkodásom alatt láttam, tapasztaltam. Női belosztály. Nagyon idős néni megszólalt kis vizitkor. Doktor úr, nagyon rosszul vagyok. Válasz, mit gondol mama, miért van itt? Hú, de nagy poén. És kiment a szobából a doki. 1/2 óra múlva a néni csendben eltávozott. Majd jött egy újabb sok. Reggelig ott hagyták mellettem az ágyon. Az ágyán. Akkor jöttek a hullaszállítók, csörömpöltek az alumínium tepsivel a kövön. A nénit az ágy magasságból szó szerint belecsapták. Majd ráhajították a tepsi fedelét. Borzalmas volt látni, átélni. Nem ismertem előtte szegény nénit, de ott létem alatt megszerettem és megsirattam. Mennyi mindenre joga lett volna. Csak volna. Azt a mindenit, rengeteg minden van ebben a kommentben is. Fú, nem is tudom, hol kezdjük. Először is ugye a nagyképű doktor. Ugye oda szól neki egy beteg, vagy hogy... felhívja rá a figyelmet szegény nénike, hogy úgy érzi, hogy valami nagy baj van, és hogy rosszul vagyok. Hát miért? Mit mondom, miért van itt? Azt a mindenit. Nem is tudom, hogy ez egy ilyen kórházi poén vicc az orvosok között, vagy mi? Azt a mindenit. Nem tudom, hogy azzal az orvossal mi van, de fú, a rohadt életbe, hogy menne el a nem tudom én hova. Így van, így van. Egyszerűen tényleg felháborító, és tényleg így beszélnek a betegekkel, és az, hogy utána, amikor a néni eltávozott, ott hagyják benn az ágyon a többi beteg közt, ez megint csak felháborító. Jött egy ilyen komment, bocsánat, ahol egyébként írta valaki, hogy erre is biztos van egy szabály, egy protokoll, és visszaírtuk, hogy nem tudjuk, hogy van-e erre szabályzat, hogy meg kell hagyni x órát az ágyban egy elhunytal. Mi úgy gondoljuk, hogy nem hiszem, hogy van. Ha van, akkor hát ez elég undorító szabály. Biztos, hogy valamennyi kis átfutási ideje van, de hogy nem ennyi, az is biztos. Itt, hogyha abban a pillanatban, amikor egy ilyen tragédia megtörténik, bocsánat, ha megtörténik egy ilyen tragédia, egyből telefonon odakérik az illetékest, hogy onnét szállítsák át oda, hova a... tudjátok, Nilát is vitték, ugye patológiára, akkor az nem ennyi időt vesz igénybe. Bocsánat, csak közben megszólalt a telefon, tehát azt szerettük volna itt nektek is elmondani, hogy biztos, hogy nem ennyi időbe kerül ez az egész. Így van, ugyanis azt is tudni kell, hogy a biológiai folyamatok, ha hiszitek, ha nem,
iszonyúan gyorsan beindulnak. Ugye a puffadás, a különböző foltok megjelenése, ugye ezt akartok mondani, ugye nagyon nehéz erről beszélni, hiszen aki már egy ilyen tragédiát átélt, az sajnos tisztában van vele, hogy mik történnek az elmenetel után. Na de a lényeg, ha ez tényleg így van, hogy ennyire elhúzzák az időt, miért kell az ágy magasságából egy emberi testet belecsapni egy rohadt tepsibe? És igaza van Ildikónak, hogy hol vannak a jogok. Hiszen itt is rengeteg mindent megsértenek, például, hogy hogyan bánok az elhunyt testével. Így van, és elhiszük, hogy ez egy örökös, olyan... Ja, tényleg. Persze, főleg úgy, hogy te ott is voltál, most és van. Nézted. Igen. És még csak... Akkor ez meg milyen munkás, nem tudom, hogy munkásnak kell-e ilyenkor olyan embert nevezni, végülis munkás, milyen munkás az, aki még arra sem figyel, hogy jaj, ott egy beteg az ágyban, hát azért ne csattanjon már akkor át. Így van. És persze, hogy... Vagy úgy ment oda, hogy csattanjon, rád néztek, te is csattanni fogsz, vagy mi? Nem tudom. Elmebetegek dolgoznak ilyen helyeken. Pedig állítólag itt aztán nagyon kemény pszichológiákon kell átmenni, meg ilyen anyám kinyákon, bár nem hiszem. Vagy ezek pont az a lényeg, nem. Hogy ferdehajlamú legyek. Ne legyek tekintettel a másikra. Nagyon sajnáljuk, Ildikó, hogy ezen keresztül kellett menned, ezt át kellett élned, és azt is nagyon sajnáljuk, hogy ez egy életre maradó olyan nyom benned, ami kitörölhetetlen, mert ez tényleg olyan dolog, hogy az ember az ilyet nem tudja elfelejteni. De köszönjük szépen, hogy leírtad a kommentedet. Nem tudjuk, hogy ez a mai kis komment reagálós videónk mennyire sikerült megint úgy, ahogy mi szerettük volna. Reméljük, hogy azért a kérdéseitekre, illetve a leírt kommentekre azért tudtunk választ adni, és a mi szempontunkból is el tudtuk mondani a mi álláspontunkat ezekkel a kommentekkel kapcsolatban. Természetesen várjuk továbbra is bárminemű kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, üzeneteiteket, leveleiteket, hiszen bárhol megtalálhattok minket, ugye itt a videó alatt, komment formájában, e-mailben, a Facebookon, és tényleg szívből köszönjük, hogy megtiszteltek minket a bizalmatokkal, és leírjátok ezeket a történeteiteket. Reméljük, a mai videónk is azért elnyerte. Reméljük, hogy azért a mai videó is elnyerte tetszéseteket. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok!